Évvégén nem csak a pálya széléről szurkoltak fiaiknak a kozármislenyi focista apukák, hanem együtt rúgták a bőrt egy jó hangulatú tornán. Összesen 7 vegyes csapat játszott körmérkőzést a műfüves csarnokban. Erről szólnak a mindennapjaink, sőt, nekünk a hétvégéink is, mind a két fiam focizik, az egyik a PBSK-ban, a másik pedig itt a kozármislenynél, úgyhogy heti 5 edzés, 4-5 edzés, plusz hétvégén meccs, mi másról szólna az életünk. A felső szekcióban a legidősebb utánpótláskorúak között Pánovics Tamás lett szeptember hónap játékosa. A méltatásban nem csak kimagasló gólérzékenységét, hanem játék intelligenciáját és a játék iránti alázatát is kiemelték. Mint mondja, büszke édesapjára, az első 2 meccsüket meg is nyerték az apa-fia tornán. Nagyon jól játszik, nagyon szeretek mindig együtt játszani vele, sokat passzol nekem, meg jól össze tudunk játszani. Változtatnia szerintem nem kell, mert hát már kiöregedett szerintem, úgyhogy így tökéletes. A tornán a klub vezetősége is képviseltette magát, de nem csak nézőként. A 3 hetes kisfiammal még nem annyira tudunk, kislányomat pedig hazavittem, kicsit ő megunta az esemény, de még az is lehet, hogy pályára lépek, mert azt látom, hogy nagyon jó hangulatú mérkőzések vannak, és azt érzem, hogy kezdek kedvet kapni ehhez. Az apa-fia tornával a klub azt szeretné, ha még jobban összekovácsolódna a kozármislenyi foci család.